Ez a felvétel a Kosztolányi Dezső Színház Piaf Mars című előadásának bemutatóján készült. A Szabadkai Színház rendszeresen készít új produkciókat. Évről évre megszervezi a Desiré Central Station Fesztivált is, amely a régió egyik legjelentősebb színházi rendezvény sorozata. Mindezt 16 munkatársal teszi. A KDS-nek 5 színésze van, 11 további alkalmazott végzi a műszaki teendőket, a szervezést, az irodai és pénzügyi munkát, valamint a takarítást. Mivel kevesen vannak, egy emberre több feladat hárul. A Kosztolányi Dezső Színház így sem tudja tartani itt az embereket, a mestereket, a technikai munkatársakat, tehát 25 ezres fizetéssel nem tudnak itt maradni az emberek, tehát minden lehetőség megvan arra, hogy ezek az emberek el legyenek folyamatosan küldve, zavarva, és máshogy próbáljonak boldogulni. Tehát ez azt jelenti, hogy ugye nálunk egy fénytechnikus, vagy fénymester, vagy hangmester, az épp a létszámból eredőleg ugye díszletezői, fizikai munkákat is kell, hogy végezzen. Urbán András tanácstalan, még nem döntötte el, ki lesz az a két ember, akitől április elejétől megválik az intézmény. Nem tudom, hogy melyik az a munkakör, amit bárki józan észre azt tudja mondani, hogy ez a színház működhet nélküle. Számomra hosszú, de hát évek során alakult ki ez a létszám a Kosztolányi Dezső Színházba, és ez egy alap minimum, ami működtetni tudja ezt az intézményt. A Kosztolányi Dezső Színház repertoáron futó előadásainak 80%-át nem tudják majd játszani, ha két munkatárstól megválnak.